nincs olyan nagy kedvenc helyem. Pontosabban annyi lehetne, hogy nem lenne korrekt egyet kiemelni, ahogy kedvenc dalt, könyvet, és azt gondolom, ha egynél több gyerekem lenne, hogy sem lehetne egyetlen gyereket kiemelni. Úgyhogy inkább azt mondom, a kedvenc helyem a séta. Nagyon sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, hogy mi az én törzshelyem, vagy kedvenc helyem, és arra a megtámadható, kicsit filozofikus válaszra jutottam, hogy én sokkal jobban szeretek menni, mint valahol lenni. És azért ezt választottam, mert itt laktam 14 éves koromtól, hát több négy évtizedet ebben a házban. Itt volt a nagyapámnak a műterem lakása, itt nőtt föl édesanyám is, meg a testvére. És amikor elkezdtem gimibe járni, itt pecóztam náluk, és innen mentem a Calvin fel a Verespálnéig nap, mint nap. Te belvárosi gyerek voltál akkor, vagy egész életedben budapesti belvárosban laktál? Nem, én Szentendrén születtem, pontosabban Pesten egy kórházban, de a szüleim Szentendrén laktak, úgyhogy ugye 14 éves koromig volt. És amikor bekerültem Pestre, akkor volt bennem egy ilyen állandó kívülállóság, tehát hogy így nem éreztem én magam pestinek egyáltalán. És valahogy ez a kettősség egy kicsit mindig megmaradt bennem. A rendszerváltás körül kerültem be Pestre, amikor ez volt így, inkább az a vége, kb. A promenád a gyönyörbe. Tehát minden oldalon boltok, úttörő áruház, fényreklámok, és onnantól meg elindult a pusztulás útján. Nagyon érdekes köztes állapotban van most, de egyébként egy hihetetlen gyönyörű és hihetetlen jó részen lévő szakasz, de most így nagyon, nagyon egy ilyen kis Csipke Rózsika arcát mutatja. Nagyon érdekes látni, ahogy az évtizedek alatt megváltozik egy város, és azok a részek, amik fontosak, kiemeltek voltak, egy idő után elkezdenek hátrébb sorolódni, értelmüket veszteni, más részek meg följönnek, és hihetetlen fejlődések indulnak. Hogy valahogy más volt. Volt itt egy hangszerbolt régen. Tényleg. Nem, ott azon a felén. Aha, le van zárva. És szerintem arra is le van zárva. Ez itt simán mindenfelé átjárató volt. Ott volt egy hangszerbolt. Vettem mindig pengetőt. Elképesztő rossz pengetőket. Az első három év, ami tényleg nagyon nehéz volt. Nyilván az első koncertre jött az összes barát meg az ismerős, a másodikra jött az összes barát meg az ismerős, aki az elsőre nem jött el. És akkor mit tudom én, ott álltunk a harmadik koncerten, hogy de hát bazd, itt van 20 ember. Mi lesz? Hogy lesz ez? Mi volt az első ilyen jel, visszajelzés, akár koncertügyileg, akár számügyileg, amiért is egy kicsit így megnyugodtál? Két ilyen dolog volt. Az egyik a Kis Kifli című számunk, amikor kijött. Ott nagyon hirtelen elkezdett nagyon sok pozitív visszajelzés jönni, hogy ez mennyire jó. Miközben az egyik legzsigeribb, legösztönösebben megírt, legvégig gondolatlanabb, legprekoncepciótlanabb dal volt, ami így ösztönből összejött, és mégis volt benne valami olyan power, ami átment nagyon sok emberen. Ettől még nem kezdtek el nagyon sokan koncertre járni, de akkor már így virtuálisan kaptuk visszajelzéseket, hogy ez milyen jó. 2013 őszén hoztuk ki az Alvó Póló című számot. De a hé, a hó az Alvó Pólót, hé, haló az Alvó Pólót, hé, hello az Alvó Pólót, nem adom. Kijött a dal ilyen szeptember elején talán, és rá egy három hétre volt egy koncertünk, ahol az emberek énekelték a szöveget. Az álmodra hangolt U-E-H-adó. A nélkül szótárkel, az igaz lexikon. Vegyétek el tőlem a mobilot. Ez egy drog. Ez egy ez egy tudatállapotmódosulás, egy álomnak a valóra válása. Tehát nyilván az van, hogy nekem meg volt hallgatóként, közönségként ugyanez az élmény fordítva, amikor sokan ordítjuk együtt valakinek a sorait egy koncerten, és annak van egy hátborzongató, katartikus érzése.
és nyilván mindig bennem motoszkált, hogy ezt milyen jó lenne egyszer úgy átélni, hogy fordított helyzetben van az ember, de hogy ez tényleg egy ilyen kölcsönösen jó és varázslatos élmény, és elképesztő ajándék az élettől, hogy ez azóta sokszor megismétlődött, és reméljük meg fog sokszor. De hogy ez volt az a pont, amikor így azt éreztem, hogy jó úton vagyunk. Én nem gondolom magamat egy kiemelkedő zeneszerzőnek, gyenge közepes énekesnek tartom magam, viszont azt gondolom, hogy zenéből, szövegből, meg énekből lehet, hogy tudok valamit csinálni, ami csak az enyém. Pont. Kétféle séta van. A keresős és az elvesztős. Az elvesztős az, amikor azért megyünk, mert valamit el akarunk hagyni út közben. Amikor arra vágyunk, hogy a körülöttünk lévő világ kiszakítsa a figyelmünket egy egyre szűkülő dobozból, ahol semmi szépben nem tudunk kapaszkodni. Amikor azt reméljük, hogy a bűneinket és a szégyent lefújja a menetszél, lemossa az eső, pedig azt nem lehet ennyivel megúszni. Hogy elfeledkezünk a sebekről, amiket nem tudtunk megszeretni, bármilyen szépen gyógyulni. Hogy hát, ha lerázzuk a félelmet valamelyik utcasarkon vagy kapuajban, pedig ő sajnos rabaszak nálunk. Ilyenkor nagyon hálás az ember. Mindenért, amit szépnek lát, vagy amit szépnek tanult. Vízpartok, mezők, erdők, háztetők. Ki mit szeret? Szigorú gótika, elszent reneszánsz, szecesszió, paraszbarok. Vigyetek messze, macskakövek! Itt vagyunk a Szerb utca, Verespálné utca sarkon, ami egy nagyon érdekes dimenzió kapu a sztorimban, mert ugye, ahogy mondtam, én Szentendréről jöttem be Pestre, ami alapvetően egy szerb gyökerű város, amit a törökök rettenetesen szétdúltak, maradt 16 ház éppen, és a szerbek, szegények meg akkor szintén menekültek fel a török ellen, és megálltak ott, hogy eltemessék a cárjukat, azt hiszem, hogy ezt jó, remélem, hogy ezt jól tudom, és aztán ott maradtak, és ők népesítették be a várost, és gyakorlatilag a dominanciájuk egy ilyen, nem is tudom, 150 évvel ezelőttig nagyon meghatározó volt. És aztán ide csöppentem Pestre, és Pestnek ez volt a szerb központja. Pontosabban kettő volt, a másik a Tabánnak a régi ugye lebontott részében, de ezen a környéken, gyakorlatilag ezekben a házakban, a 18.-19. században szerb kolóniák laktak, ez volt az egyházi központ, ez volt a templomuk, a szomszédos ház volt az a kollégium, ahol a pesti egyetemeken tanuló szerb diákok laktak, valami 400 diák járt Pesten egyetemre. Hát nézd már erre a templomra, voltál már Szentendrén? Nálunk van 8 ilyen, pont ugyanilyen templom, csak az egyik fehér, a másik meg piros. De hogy nyilván ezek olyan kapcsolódási, meg kötődési pontok, amik a gondolkodás nélkül a tudatalattiból felugrálnak. Mikor feljöttél Pestre, mondtad, hogy idegennek érezted magad, és itt meg kicsit gondolom ez változott, amikor itt emellett eljöttél. Igen, meg ez se egy konstans érzés. Tehát ez is olyan érzés, hogy amikor bekerülsz egy új helyre, elköltözöl, akkor nyilván keresed azokat a pontokat, amitől, vagy nem is keresed, hanem automatikusan kialakulnak pontjaid, amihez elkezdesz kötődni. És van a keresős séta, amikor bárhol járhatunk, igazából mindegy. Mert most is a gondolatainkat sétáltatjuk, és az emlékeinket keressük, a városkép csak kulissza, ahol a terettárgyak, utcák és azok ismerős tájolása, házak és azok ismerős termete, színe csak arra kellenek, hogy felidézzenek más helyeket, ahol most éppen fejben járunk. Vissza a gyerekkorba. Kerülgetjük a régi óvoda kerítését, vagy egy teljesen ugyanolyan házat teljesen máshol, lapos tetejű, egyszintes beton, összefirkált kerítéssel, vagy éppen mézes kalácsházikószerű téglaház panatetővel. Az udvaron mászókarakéta, cseresznyefa, ami hol bunker volt, hol karószhajó. Vagy éppen a vágyaink után megyünk, álmodozunk, keressük a biztosat a bizonytalan közepén, elnyújtott léptekkel, hát ha az utca végén felszállunk. Nekem most minden lépcső ugyanaz a lépcső téglából, egyik oldalán vaskorláttal és enyhén sárguló fákkal, ide csak nem 2500 km. Minden automata ajtó ugyanannak a hotelnek az aszimmetrikus, kissé elmért recepcióra vezet. Üdvözlöm! Önök nem is tudják, hogy a boldogságom kulcsait adták az imént a kezembe. Itt meg izé volt striptease-be, itt táncoltak a csajok az ablakban. Igen. Itt palacsintázó volt. Kibaszott drágán mértek, nagyon közepes
francia palacsintákat, óriás palacsintákat, sósat, édeset. Elékeztünk a sétának a végére. Ugye elindultunk a Bácitól, hát a Verespálnén keresztül, hát elértünk a Rádaig, azaz a Kálvin térig. Számomra ugye konyhában nagyon láttam sok kettőséget, tudjuk fel szöveg, dalokban, és kiválasztottam a legkettősebb dal, ami számomra legkettősebb, legellentétesebb. Van ugye a dupla Scorpio, ami az abszolút a embernek így a magába fordulása is lehet. Rossz korban, rossz helyen, inkább nem emlékezem, nem kívánt, nem remél, spontán el nem betél. Aztán van ugye a Mosoly utca, aminek pont az ellentétje, hogy jönnek a szomorú arcok felé, de te mégis boldogan sétálsz velük szemben. Nem fáj a szív, ha borús az ég, nem megyünk el, ez ott a vége. Neked ez a séta, ez melyik? A séta kétféle. Vagy elveszíteni akarunk valamit, vagy megtalálni. De hát nyilván azért írok ennyire, hogy te mondod végletesen, mert mind a kettő létező érzés. Tehát van az is, amikor a teljes befordulás van, és van az is, amikor úgy mész előre, hogy nem érdekel semmi. Sok mindent döntjük, hogy éppen melyikben van az ember, az. Meg hogy melyiket írja meg. Szóval mindig megyünk. Ha nem a lábainkkal, akkor a gondolatainkkal. Valamitől el, vagy épp valami felé, oda. A megérkezés más tészta, és nem csak azért, mert a filmek végére sem emlékszem általában, mert nekem a filmnézés is séta. Sosem érkezünk meg igazán. A boldogság a legnagyobb munka, figyelem, alázat. Tisztelet. Órák, évek, a legszebbet is. És ha kipakoljuk a bőrönnünket valahol, azokat a holmikat is rendbe kell tartani.